A társadalmi egyenlőtlenségek és a gyermekszegénység felszámolását, valamint az ország újraegyesítését tűzte ki célul az MSZP Párbeszéd és az LMP miniszterelnök jelöltje. Karácsony Gergely országjárásának Miskolci állomásán szociális jóvátételről szóló programját több száz fős tömeg előtt ismertette pénteken az Erzsébet téren. A többi közt a családi pótlék megduplázása és a szociális minimum bevezetése is a tervei között szerepel. Karácsony Gergely jelenlétével Simon Gábor és Varga László országgyűlési előválasztási képviselő jelöltek melletti támogatását is kifejezte. MSZP Párbeszéd LMP szimpatizánsokkal és érdeklődőkkel telt meg az Erzsébet tér. A pártszövetség miniszterelnök jelöltje július elején elindult országjárásának részeként látogatott pénteken délután Miskolcra. Akkor mi is itt leszünk. A beszédek előtt néhány közös kép is készült, majd az MSZP társelnöke lépett elsőként színpadra. Hajrá Miskolc, gyerünk Borsod, mutassátok meg az országnak, hol indul el a változás! Kunhalmi Ágnes beszédében kemény kritikát fogalmazott meg a kormánnyal szemben, többek közt a stagnáló nyugdíjak kapcsán. 0,6%! Na kinek mond ez valamit, nyugdíjasok? Ekkora volt az emelés? Erre képes a nemzeti együttműködés rendszere 10 év után? Amikor egekben az élelmiszer árak, 8 éves csúcson van az infláció, hogy merészelik ezt megtenni? Lopás helyett jóvátétel, megosztás helyett újraegyesítés. Így foglalt össze az MSZP Párbeszéd és LMP közös miniszterelnök jelöltjének programját Szabó Tímea, az LMP társelnöke. Kormányváltásra szükség van. Simon Gábor tervei szerint Borsod-Abaúzemplén egyes számú kerületében képviselné a megyében élők érdekeit. Egyértelmű hitvallásom, hogy a helyi ügyekben helyben kell dönteni. Nem engedhető meg azt megint, hogy egy kormányhivatal vagy egy kormányszerv össze-vissza a fejünk fölött döntést hozzon. Én, hogyha oda kerülök az országgyűlésbe ismét, akkor ezért fogok elsősorban küzdeni. A kormányváltás után vissza kell adni az önkormányzatoknak a működéshez szükséges forrásokat, fogalmazott Varga László, aki a továbbiakban is a kettes körzet képviselőjeként lobbizna a városért. Nagyon sok költségvetési módosító indítványomat szavaztak le kormánypárti képviselők az elmúlt időszakból. Ebből összeáll egy olyan fejlesztési program, amely a Miskolc 2030 fejlesztési programmal egyetemben alapvetően más pályára állíthatja a várost. Én úgy fogalmaztam, hogy elege van a miskolciaknak joggal a másodosztályú város szerepből. Nincs fideszes Magyarország és nincs ellenzéki Magyarország. Egy Magyarország van, ez a mi közös hazánk. Az ország újraegyesítése, a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolása és szociális jóvátétel. Mindhárom hangsúlyos Karácsony Gergely programjában, amelyben többek között az úgynevezett szociális minimum bevezetése is szerepel. Egy közös hazánk van, és ha egy közös hazánk van, akkor senkit nem hagyhatunk az út szélén. És ez nem duma. Vedessük be a szociális minimumot, ami azt jelenti, hogy senki nem maradhat 100 000 forintnál kevesebb jövedelem nélkül. Legyen szó nyugdíjasról, legyen szó éppen az állását elveszítő munkavállalóról, a gyerekeit egyedül nevelő családos anyukákról, bárkiről, aki ennek a hazának a polgára, nem kaphat 100 000 forintnál kevesebbet. Ez az egyik fő pillére Magyarország újraegyesítésének. Karácsony Gergely szerint mindehez az elszámoltatásból származó jóvátétel teremtené meg az alapot. A miniszterelnök jelölt hangsúlyozta, kormányra kerülve a gyermekszegénységet is felszámolná. Ennek érdekében ciklusa végére megduplázná a csaknem 14 éve nem emelt családi pótlékot.